5 darab egyes lövés. Önállóan. Tölts, tűz! Lövészeten tanulják a fegyverhasználatot a határvadászképzés tanulói. Ez kiemelten fontos feladat számukra. Itt Nyírbátorban már két csoport is elindult, összesen 135 diákkal. A leendő határvadászok reggelente 7.45-kor sorakozóval kezdenek. 8 órától 15:30-ig elméleti és gyakorlati képzéseken vesznek részt. 15:40-kor pedig század sorakozóval zárják a napot. Sokrét ugye a rendőrség munkája, ezáltal az órák száma is elég magas. Ezen belül van közrend, jogi ismeretek, lőki képzés, testnevelés, aztán rendészeti igazgatás. Azt hiszem, nekem a kedvencem a közrend. Ez már egy rendőrségi testnevelés óra. A határvadászszolgálata különösen jó fizikai kondíciót és a szellemi terhelés tűrését is igényli. Ezért a hallgatók a felvételi eljárás során már túl vannak egy pszichikai, egészségügyi és fizikai vizsgálaton, valamint ellenőrizte őket a Nemzeti Védelmi Szolgálat is. A diákok az elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása után a 6 hónapos oktatás végén alkalmasak lesznek a határvadász feladatok ellátására. Azt kell mondanom, hogy igazán nem más, mint amit általában csinálnak testnevelés órán. Itt is elsősorban állóképességfejlesztéssel foglalkozunk, illetve ezen túl rendőri testneveléssel, ami a rendőri kényszerű eszközök alkalmazására, illetve a testi kényszer alkalmazására készíti fel a hallgatókat. A rendőri hivatást megalapozó tanulmányokat összesen már 900-an kezdték el országszerte. A kormány célja, hogy 3000 fővel bővítsék a készenléti rendőrség állományát. A rendészeti alapismeretek elsajátítása után hivatásos állományba kerülnek a határvadász képzés tanulói. Ezután kaphatnak majd őr-járőrtársi részszakképesítést.